Elkészült a járda a Damjanich János utcában. Ír hagyományápolásról és Szent Patrik emlékéről szólt a nap a Szixiben. Az idei tél volt a második legenyhébb az elmúlt 100 évben. Ózdi Krónika. A stúdióban Tóth Alexandra. A város aktuális hírei következnek az Ózdi Városi Televízióban, élőben YouTube csatornánkon és Facebook oldalunkon. Jó estét kívánok! Elkészült a járda a Damjanich János utcában. A kivitelező cég munkatársai 350 méter hosszan, másfél méteres szélességben terítettek aszfaltot a területre. Korábban ez a szakasz nagyon rossz minőségű volt, de az állami támogatásnak köszönhetően megvalósuló közterületi rekonstrukciós projekt keretében itt már nem lesz gond a gyalogosok közlekedése. Aszfaltmarás és törmelékek láthatóak a Damjanich János utcában. Ahogy a tábla is jelzi, munkálatok zajlanak a területen. A kivitelező cég munkatársai éppen a törmelékeket pakolják fel a kocsira. A szállítmány megérkezését követően egy markolóval elkezdték lepakolni a forró aszfaltot a felmart járdára. A közterület felújítási program újabb fázisához érkezett, a Damjanich úti járda felújítása van folyamatban, valójában újjáépítése, hiszen vadonatúj aszfaltréteget kap 350 méteres hosszúságban. Egy részét tavaly már sikerült megcsinálniuk, viszont az aszfaltkeverő üzemek hektikus nyitvatartása miatt most tudják folytatni a maradék résznek az aszfaltozását, ez a mai napon várhatóan el is készül. A gőzölgő aszfaltot lapáttal pakolták, majd egyengedték el 5 cm vastagságban. Egy hengerrel és egy lapvibrátorral mentek át rajta, hogy szabályos legyen a felület. Itt keresztben olyan repedések voltak a járdán, hogy gyalogosan is föl lehetett bukni benne, hogyha az ember babakocsival vagy bevásárló szekérrel jött, akkor gyakorlatilag várra kellett menni, olyan nehezen lehetett közlekedni. Sajnos szerettük volna a teljes járdaszakaszt megcsinálni a temetőig, de az 56-os számig sikerül, ennyire futja a rendelkezésre álló keretből. A jó idő hozzájárult a gyorsabb munkavégzéshez, amit a szakemberek ki is használtak. Az itt élők nagyon örülnek a beruházásnak, a járda felújítása ugyanis sok embert érint a területen. Én annyira nem tudom, mert nem olyan régóta lakunk itt, de az aszfaltot azt akkoriban csináltak, meg az utat 3 éve. Hát reméljük, hogy jó fog nekik sikerülni. A kivitelező cég munkatársai mintegy 352 négyzetméteres területet fettek be aszfalttal. Hamarosan a város más részein is felzúgnak majd a munkagépek, ugyanis számos feladat van még hátra a közterület rekonstrukciós projektből. Újabb romos házat bontanak le táblában a Kőalja út 8 szám alatt a településképvédelmi rendeletnek köszönhetően, ezúttal azonban a tulajdonos intézkedett az ügyben. Az önkormányzat figyelemfelhívó levélben értesítette az illetékest a tarthatatlan állapotokról, aki azonnal reagált a megkeresésre. A munkálatok múlt hét végén kezdődtek, a határidő pedig április közepe. Felvételeinken is jól látszik, hogy a gazda gondosan járt el, ugyanis megfelelően körbekerítette a területet a balesetveszély elkerülése érdekében. Ebben a város részben sem ez az egyetlen ingatlan, amely rontja az összképet. A Kőalja út 10/A, vagyis az e mögött található ház is településképi eljárás alatt áll. Várhatóan itt is történik majd előrelépés. Valamint a Gálvölgye út 42 szám alatt is elkezdte a tulajdonos a bontást. Hosszas ügyintézés előzi meg az eredményeket. Ózdon több hasonló esetben van jelenleg is végrehajtás. Cél a harmonikus városkép megteremtése. 24 ittas sofőrt szűrtek ki a forgalomból a Borsodabaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság munkatársai az év 10. hetében, mielőtt balesetet okozhattak volna. Az egyenruhások a tavaszi hónapokban is kitüntetett figyelmet fordítanak a közúti ellenőrzések során az ittas, illetve bódult sofőrökre. Azok ugyanis, akik ilyen állapotban ülnek volán mögé, magas kockázati tényezőt jelentenek a biztonságos közlekedés számára. Cselekedetük pedig bírósági eljárást is vonhat maga után. A vármegye útjain március 6-a és 12-e között 67 közúti közlekedési baleset történt, amelyből 4 esetben ittas sofőr volt az okozó. A járőrök az adott időszakban ugyanakkor
24 ittas állapotban vezetővel szemben intézkedtek, mielőtt bármilyen kárt okozhattak volna. A velük szemben indított hatósági eljárások folyamatban vannak. Március 16-án véget ért a téli üzem, indulnak a lokális burkolatjavítások a Magyar Közút Nonprofit ZRT-nél. Március 31-ig mérnökségenként még legalább egy síkosságmentesítésre alkalmas, adapterekkel felszerelt gépet bevetésre készen tartanak a szakemberek, de a meleg aszfalt keverő telepek nyitását követően már az útjavítási munkák kerülnek a fókuszba. A 125 napos téli üzem során 98 napon végeztek síkosságmentesítést, 42 napon pedig hóeltakarítást. Bár nagyon enyhe volt az idei tél, a reggeli fagyok miatt országosan így is több mint 48 ezer tonna sót, több mint 3,6 millió liter kálciumklorid oldatot és 117 tonna érdesítő anyagot juttattak ki a 31 ezer kilométernyi országos közúthálózatra. Mától a lokális burkolatfelújítások és a forgalomra veszélyes kátyúk megszüntetésén túl a szakemberek kaszálást, növényzetgondozást, szemétszedést és jelzőtáblák, védőkerítések, vezetőoszlopok, szalagkorlátok kihelyezését, bevonását, tisztítását, valamint jelzőlámpák karbantartását végzik majd országszerte. A közlekedőknek azt ajánlják, hogy utazás előtt tájékozódjanak az aktuális korlátozásokról, forgalmi helyzetről a társaság www.utinform.hu oldalán. Hagyományos írünnepséget rendeztek a Széchenyi István Katolikus Technikum és Gimnáziumban. A nemzeti velszi tradíció keretén belül a zöld szín dominált az intézményben. Ez a diákok többségén meg is jelent valamilyen formában. A tanulókat egy autentikus ír reggeli is várta. Szent Patrik napja Írország egyik védőszentjéhez kapcsolódóan az írek nemzeti ünnepe, amelyet minden év március 17-én tartanak. A hagyomány szerint Szent Patrik ezen a napon halt meg 461-ben, aki 16 éves korában kalózokra boltak el és rabszolgaként tartottak fogva. A legenda alapján emiatt a sorscsapás miatt tért meg Istenhez. Az ünnepség egyik legfontosabb jelképe a lóhere, ugyanis ezzel az apró növényel szimbolizálta Szent Patrik a Szent Háromságot, valamint a zöld szín is innen eredeztethető. De másik jelentős szimbóluma a huncut kobold is. Az intézményben az ünnepség szellemi atya és kidolgozója, Puchreiner Gábor, angol tanárként egyfajta multikulturalitással színesíti a gyerekek tudástárát. Ez a kultúra, ez az ország, ez a zene nagyon közel áll a szívemhez, úgyhogy ez gyakorlatilag ebből indul. De mint angol tanár mindenképpen fontosnak tartom az angol száz népek kultúrájának megismertetését. Tehát foglalkozok én egy keveset az amerikaival, a kanadaival, ha éppen arról vesik szó, vagy Ausztráliáról, vagy Új-Zélandról, ha éppen arról tudok valamit, de tény, hogy Írországról sokkal többet tudok. A hagyományos ír reggeli már megalapozta a hangulatot, ahol a klasszikus jam és az angol teljes tea került előtérbe. Majd a Sixi ír zenekara az Emerald Hill adott több felvonásban minikoncertet a diákoknak. Nekem nagyon tetszik maga ez az ír mentalitás igazából, tehát szerintem energikus, szép, a hangszerek is nagyon jól összecsengésben vannak. Úgyhogy nekem nagyon tetszik, én szeretem. A diáktársak lelkesen vetették bele magukat az ír szokásvilágba, többen most a középiskola elkezdésével szembesültek komolyabban a zöld sziget kultúrájával. Nálunk ilyen általános iskolában nem volt soha, és meglepődtem egyébként, hogy van itt az iskolában, mert ugye egy írünnep, meg itt nem nagyon népszerű Magyarországon, de egyébként nekem tetszik. A Szent Patrik nap immár közel 10 éve rendszeres programja az intézménynek, és mindig nagy sikere van, hiszen kicsit kizökkenti a diákokat a mindennapos mókuskerékből, és a szórakozás mellett játékos formában bővítik ismereteiket. Az idei tél volt a második legenyhébb 1901 óta az Országos Meteorológiai Szolgálat mérései alapján. Ennél csak a 2006-os tél volt melegebb. Csapadékot tekintve azonban másfélszer annyi hullott, így az idei lett a 9. legcsapadékosabb tél. Az idei télen alig találkozhattunk havastájjal, sőt jelentősebb hideg időszak sem fordult elő.
Az Országos Meteorológiai Szolgálat mérései alapján a 2022-2023-as tél országos átlagban a 2006-2007-es után a második legenyhébb volt 1901 óta. Az évszak középhőmérséklete hazánk teljes területén 3,1 Celsius fok volt. A december 2,1, a január 4,5, a február 1,6 fokkal átlag felett alakult. A január a második legenyhébb lett a 20. század eleje óta. Fagypont alatti érték csak a legmagasabb hegyeken fordult elő. Alapvetően gyakran alakultak ki ciklonok, mediterrán ciklonok, és ezeknek jellemzően az előoldali rendszerében helyezkedett el a Kárpát-medence, és így nyugat-délnyugat felől gyakran a szokásosnál sokkal enyhébb, 8-10 fokkal is akár enyhébb levegő érkezett az országba. Persze ennek köszönhetően sok ciklon volt, csapadékos is volt a évszak. Az esőzések tekintetében az országos átlag a normál másfélszerese volt, amivel a 9. legcsapadékosabb tél lett a 20. század kezdete óta. Most tehát több hőmérsékleti és csapadékrekord is megdőlt. A december 66%-kal, míg a január 148%-kal volt csapadékosabb az éghajlati normálnál. A február viszont nagyrészt száraz, naposabb idővel telt, így a tél utolsó hónapjának csapadéka 56%-kal elmaradt a szokásostól. A január országosan a legcsapadékosabb volt 1901 óta. A változást az emberek is megérezték. Én sajnálom, hogy nem volt tél jóformán. Nagyon sajnálom. A mi időnkben ugye volt, hogy térdig érő hóba járkáltunk, szaladgáltunk, játszottunk, de a gyerekeknek nagyon hiányzik, nem beszélve a vetésről. Az a hótakaró a búzának, a jövő évi kenyérnek nagyon hiányzik. Amiért nem örülök neki, ez a kullancsok. Mi sokat túrázunk, és tudom, hogy ez így nem jó, túl sok kullancs maradt. Viszont nagyon sajnálom azokat az embereket, akiknek nincs miből fűteniük, nekik ez így sokkal könnyebb volt. Országos átlagban az idei tél leghidegebb napja február 7-e volt, amely 4 fokra tehető. A fagyos napok száma, amikor a minimum hőmérséklet 0 fok vagy az alatti, csak 41 volt, miközben az átlag 63 nap. A téli napoké, amikor a maximum hőmérséklet 0 fok alatti, mintössze 3 volt idén, noha az átlag 22 nap. A tavaszi hónapokban is hasonló tendencia várható, ugyanis most márciusban is melegebb van, mint általában. Március 31-e után megszűnik az összes mobil szolgáltatónál a nullás díjszabás. Még tavaly döntöttek arról az Európai Unió szakhatóságai, hogy idén tavasztól végleg el kell törölnie a mobil szolgáltatóknak a nullás díjszabást alkalmazásaiknál. Így megszűnik az ingyenes facebookozás és messengerezés. Április 1-től fizetni kell az olyan szolgáltatásokért, amelyekhez eddig korlátlanul hozzáférhettünk akkor is, ha a díjcsomagunk internetes keretét már kimerítettük. Ez érinti többek között a Facebook, a Messenger, a WhatsApp, az Instagram vagy a Spotify alkalmazásokat. Ezen intézkedéssel nem jut versenyelőnybe egy szolgáltató sem társaival szemben, egységesen kell kezelniük minden platformot. Ismét társas játékklubbal várják a tartalmas kikapcsolódásra vágyókat az Ózdi Városi Könyvtár Árpád vezérúti fiók könyvtárának munkatársai. Közel 70 féle társas játékbázisból választhatnak az érdeklődők, az egyszerű parti játékoktól a komplexebb stratégiai fejtörőkig minden korosztály megtalálhatja a neki megfelelőt. Az esemény március 18-án szombaton délelőtt 9 órakor kezdődik. Híradunk végén nézzük újra a legfontosabbakat még egyszer, röviden. Elkészült a járda a Damjanics János utcában. Korábban ez a szakasz nagyon rossz minőségű volt. Az aszfaltozásnak köszönhetően azonban könnyebb lesz itt közlekedni a gyalogosoknak. Újabb romos házat bontanak le táblában a Kőalja út 8 szám alatt a település képvédelmi rendeletnek köszönhetően. Cél a harmonikus városkép megteremtése. Autentikus ír nemzeti ünnepet tartottak a Széchenyi István Katolikus Technikum és Gimnáziumban. A rendezvény részeként hagyományos ír reggeli és koncert is szerepelt a programban. Az idei tél volt a második legenyhébb és a 7. legcsapadékosabb 1901 óta az Országos Meteorológiai Szolgálat mérései alapján.
Ennél csak a 2006-os tél volt melegebb. Most pedig nézzük, milyen időjárásra számíthatunk holnap. Szombaton túlnyomóan napos idő várható, de több helyen felélénkülhet a szél. Reggel még fagypont közeli hőmérsékletre lehet számítani, de napközben már felmelegedik az idő, és 10-16 fokig is felkúszhat a hőmérő higanyszála. Hajnalban mínusz 8, még napközben 11 fokot mérhetünk majd. Ezek voltak a nap legfontosabb hírei a városban. A krónikát az esti műsor után és a szokott időpontokban is újra nézhetik. Híradónkat követően a diagnózist ajánlom figyelmükbe. Friss hírekkel legközelebb hétfőn ugyanebben az időben jelentkezünk. Szombaton és vasárnap pedig a 168 órával jövünk. Legyen szép estét, viszontlátásra!